Üdvözlöm a Weekend nézőit, önvédelem, futás, disznótoros, könnyű zene, TikTok, Szakács Olimpia és Bátrak Ligája, csak címszavakban, hogy miről lesz szó a mai adásban. Kezdjük is az önvédelemmel, Rozsnyai Róbertet már ismerhetik a nézők, most az egészen kis gyerekekkel való foglalkozásról fogunk beszélgetni, természetesen nem egészen kis gyerekekkel, mert attól félek, hogy a fiúk, Levi és Balázs ezt kikérné magának. Sziasztok, fiúk! Hát ugye nem vagytok már egészen kicsik, hanyadikosok vagytok? Elsős. De azért gondoltam, hogy nem vagytok egészen kicsik, mert talán akkor voltatok egészen picik, amikor elkezdtetek Robihoz járni. Az hány évesek voltatok, vagy mikor 2018-ban. Történt? 2018-ban. Hát ez már 2 éve volt. És kinek az ötlete volt ez, Balázs, hogy ti? Levinek. Akkor most mindent rákensz Levire, jó? Tehát beszéljen erről Levi, mert ez a Levi ötlete volt, de Levi, te valahonnan ezt hallottad, gondolom. Apa meg anya emlegették nekem, hogyha szeretnék, akkor iratkozzak be, de én nem szerettem, és valamelyik nap csak úgy megjött hozzá a kedvem, hogy most így be kéne iratkozni. És akkor Balázs meg rávetted, gondolom, mert azért ketten mégiscsak jobb buli. Na Robi, hát hogyha az ember ránéz a te oldaladra, azt látja, hogy itt a nyújtástól, az önvédelemen keresztül, az erőnléti edzésig, a kettleball edzésen át, a vártámadásig, mindenféle egy laikus számára nagyon furcsa dolgot művelsz, és a gyerekekkel is foglalkozol. Hogy fér bele ez mind az idődbe? Hát főállásban foglalkozok a mozgással, tehát, és hobbi szinten is, tehát ez nekem mindennél többet ér, hogy ezzel foglalkoztok, amit szeretek. Igazság szerint ugyebár a szabadidős tevékenység és magának a csapatnak a koordinálása, ez félig meddig össze szokott folyni. És hát ugyebár a legkisebbeknek a belépő szintje ez a Kraft-Kids edzés, ami az óvodásoknak a középsős, nagycsoportos korától kezdünk el foglalkozni a gyerekekkel, és egészen az alsó tagozatig ebben a csoportban vannak, ahol egy ilyen játékos edzés folyik. Igazság szerint 3 irányba van, tehát terjed ki a képzés. Az egyik magával megismertetni őket, hogy mi az, hogy veszély. Egyáltalán mi az, amire oda kell figyelniük, vagy mi az, amit megtehetnek azért, hogy ne legyenek áldozatok. Ez egy nagyon fontos dolog. Az a tapasztalatom, hogy ebben az iskolák is elég komoly munkát végeznek, és jók a tapasztalataim, de hát nyilván ennek a ráerősítés az mindenféleképpen jó, de öröm látni azt, hogy egy irányba haladunk, és hogy ugyanúgy gondolkodunk erről. Illetve ugye bár a másik terület magának az önvédelem, illetve a harc technikáknak az elsajátítása, ez ugyebár ilyen játékos formában folyik, és ugyebár az ő képességeiknek és készségeiknek megfelelő szinten. És ugyebár van még egy, magának a mozgásnak a fejlesztése, a mozgás képességének a fejlesztése, illetve azoknak az alapvető erőképességeknek a megszerzése, amire később lehet alapozni magát egy sportos, egészséges életet. Igen, pont arra gondoltam, hogy mind a két fiú nagyon csinos, tehát hogy jó kondiban van. Egyébként azt gondolnám, hogy tesók már még nagyon hasonlítanak is, ugye azonos életkorúak. És hát valószínűleg megszeretik annyira, hogy folytatják. És elvárás ez, hogy aki mondjuk óvodába elkezd hozzád járni, azért az kamaszkorában is, ha lehet, akkor ne csak a számítógépek mellett üljön, hanem heti egy-két edzésbe iktasson az életébe? Én úgy gondolom, kicsit el van mozdulva abba az irányba a világ, hogy ez a sport, ez kimarad az emberek életéből. Én pont az egyik ismerősömmel beszélgettem, hogy annak idején, amikor én általános iskolás voltam, akkor írták össze az évelején, hogy ki mit sportol, és az osztályban 2 ember volt, aki nem járt valamilyen szervezett edzésre. És az ciki volt. Igen. És most szinte ez fordítva van. Én úgy gondolom, hogy az, hogy kiskorúban megszeressék a mozgást, és hogy az életük részévé váljon, az egy nagyon fontos tendencia. Hát nyilván van, aki utána elmegy, elköltözik, más lesz az érdeklődése, más sportba fog bele, ez nem probléma. Végülis, amit nálunk megszerez tudás, az már úgyis megmarad. Fiúk, mi a legjobb az órák során? Mit szerettek a legjobban? Én tesi óra. Tesi óra, és a Robival való edzés közben mi a legjobb? Melyik a legjobb rész, amit már nagyon vártok? Nincs olyan nekem. Minden szuper? Minden.
Balázs? Játék. A játék, az a végén van, gondolom. Hát természetesen. Egyébként igen. Miből áll egy óra, és mindjárt a fiúk egy kicsit bemutatóznak is. Hát valójában ugyebár, mint minden edzésnek a felépítése, a gyerekek edzése is nagyban hasonlít, hogy van egy bemelegítő fázis, nyilván nekik az életkorukból fakadóan az egy kicsit más jellegű, mint az idősebb korosztálynak. Ezután foglalkozunk konkrét technikákkal, illetve a végén valamilyen és erősítünk, és valamilyen játékos levezetése van az egésznek. Nyilván mindennél a játékokkal és az erősítéssel stb. Valamilyen módon kapcsolódik magához a Krav Magához és a technikákhoz, de az ő életkorukat figyelembe véve az a 45 perc, amit ki tudunk azzal tölteni, hogy még oda tudnak figyelni, azért eléggé meg kell osztani, hogy mindenből legyen igen, valami. Na mit fogunk benne látni, Robi? Közben gyertek itt, foglaljátok el a stúdiót, és akkor ugye hát gyakorlatilag valamiféle önvédelmi technikákat, hogy mi is történik, amikor az egyik gyerek, vagy egyik felnőtt esetleg megtámad. Igen, gyakorlatilag a korosztálynak megfelelő ilyen problémák kezelésével foglalkozunk. Az egyik ilyen, ugyebár mondjuk egy ilyen sima pofonütésnek a védése, jó? Balázs, produkáljunk egy ilyet. Úgy van, mert több is. Úgy van. Jó, tehát ez már gyakorlatilag ugyanaz, amit a felnőtteknek is tanítunk, tehát az a technika. Ugye jó, ezt most lassítva látjuk, persze. Ugyanezt nézzük meg visszafelé, jó, álljunk meg fél passzívba. Jó, és egy egyenes ütés védését. Jó, te fogsz védeni. Jó, Balázs fog, vagy Levi fog támadni. Úgy van. Gyerünk. Bam. És az ellentámadás is. Úgy van, kicsit meg vagyunk illetődve. Hát igen, az ember nem mindig szokott kamerák előtt verekedni. Úgy van. Jó. Vagy legalábbis védekezni. Beszéltünk róla, hogy a ruhafogástból szabadulást megmutatjuk, jó? Balázs támad. És elmozdunk. Nagyon jó. Úgy van. Jó, volt róla szó, hogy a fejzárat, hogy megmutatjuk, jó? Egy fejzárat mutassál, légy szíves. Ez már komolyabb. Illetve volt róla szó, hogy a földön, a mountból a szabadulást. Mi van, hogyha tényleg földre kerül valaki? Ezek mind-mind olyan dolgok, amik ugyebár az ilyen iskola, ilyen birkózás, vagy ilyen olyan problémák, amik náluk előfordulnak, ezeknek próbáljuk kihegyezni, illetve leülhetünk, jó? Igen, gyertek, foglaljatok helyet. Illetve ugyebár egy külön terület azokkal a problémákkal foglalkozni, ami mondjuk egy felnőtt elkövetővel, tehát az ilyen emberrablás, stb. Ezeknek a megelőzése, ezekre is nyilván veszünk külön technikákat. Robi, van még hely nálatok, hogyha valaki kedvet kapott? Hát azt szoktam mondani, hogy nekem ez a feladatom, hogy ezt mindenki számára ismertessem. Én úgy gondolom, hogy ennek ilyen alapszinten az iskolákban is meg lenne a helye bizonyos számú órában. Természetesen bárkinek szorítunk helyet, akit érdekel az edzés. Nos, hát köszönjük szépen. Igazán szerintem sokaknak felkeltettétek az érdeklődését. Lehet, hogy a legközelebbi órában lesznek különleges új arcok is. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok. Mi köszönjük, hogy itt láttunk. Kedves nézők, az önvédelemhez szükséges erőnlétet akár a Sunday Challenge-el is elkezdhetjük fejleszteni. Vasárnap ellátogattunk egy ilyen futásra. Ez az első Sunday Challenge, igazából januárban elkezdtétek. Honnan jött az ötlet, hogy szükség van egy ilyenre? Ez volt pontosan a hatodik alkalom, ami Nyíregyházán volt megrendezve. Én azt tervezem, hogy minden nagyvárosba el fogom jutatni a Sunday Challenge-et, tehát nem csak Nyíregyháza a kitűzött város, hanem bízom benne, hogy fél év múlva az egész ország erről fog zengeni a Sunday Challenge programról. Milyen volt az első alkalom? Akkor is ilyen sokan voltak, mint ma? Hát az első alkalom soha nem fogom elfejteni, 10 lelkes amatőr jött el, és gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a mai alkalommal talán 70-80 ember is volt, tehát egy 5-6 hét alatt ideig sikerült felfejleszteni ezt az egészség és mozgás programot.
azért egy picit még hűvös van, és a tavasz még várat magára, ennek ellenére ugye rengetegen voltak. Milyen trükköket tudsz ilyenkor, vagy jó tanácsokat adni azoknak, akik ilyen hidegbe szeretnének sportolni? Hát először is így volt megszervezve, tehát különféle indián táncot jártam el, vagy jártunk el, hogy ma jó idő legyen. Mindenképpen a réteges öltözködést szoktam javasolni. Itt az erdei tornapályán azért, amint látják a kedves nézők, hogy le lehet tenni a ruhákat, és mindig van itt valaki, aki vigyáz a ruhákra. Tehát kijövünk egy nagy kabátba, leöltözünk, van egy nagyon alapos bemelegítés, teljesítjük az egy órás időtávot, ez nagyon fontos, hogy időre futunk, és nem meghatározott távolságra. Visszajövünk, van egy közös nyújtás, és a végén mindenki felveszi a kabátot, hogy nehogy megfázzunk. Azért nagyon sok olyan ember láttam, aki nem futott, hanem csak sétált. Ez így érvényes? Ez abszolút érvényes, hiszen nem csak futóknak van ez a program kitalálva. Gyakorlatilag a hétköznapi ember is eljöhet, kortól, nemtől függetlenül, edzettségi szinttől függetlenül bárki elkezdheti a mozgást. Mint mondottam volt, egy óra van arra, hogy teljesítse a távot, amennyit bír, amennyi neki jól esik. Most ez egy különleges Sunday Challenge volt, ugye jelmezes futásra hívtad a követőidet. Lesznek más ilyen tematikus futások is? Én úgy gondolom, hogy minden vasárnap, ami egy speciális alkalomra esik, akkor élünk a lehetőséggel és beöltözünk, annak a fejében tegyük majd a Sunday Challenge. Mennyire várják ilyenkor az emberek, hogy eljöjjön ez a bizonyos vasárnap? Érdekes volt, reggel már arra keltem fel, hogy az egyik nevezük követőnek, küldött egy üzenetet, hogy a kisfiú azt mondta reggel, kipattant a szembe, és azt mondta, hogy milyen jó lesz majd a mai nap futni jelmezben. Tehát szinte én úgy gondolom, hogy a törzs vendégek számára ez már egy beépült mozgásprogram, minden vasárnap 10 órától. Ugye ez volt a 6. alkalom, van olyan, akinek ez adja meg a kezdő löketet arra, hogy esetleg rendszeresen elkezdjen sportolni? Igen, és hál' Istennek nagyon sokan megkeresnek privát üzenetekben, és megköszönjük azt, hogy egy ilyen rendezvényre vártak, ahol nincs az, hogy teljesítményorientáltnak kell lenni. Tehát amikor kedve van, vagy nem bírja, abba hagyja, sétál, újra elkezd futni, kijön kerékpárral, rollerral, gördeszkával, amivel éppen kedve van, az a lényeg, hogy teljesítse azt az egy órás időtartamot, amit a challenge hirdet. Mennyire tudod megmozgatni az embereket? Azért mégiscsak vasárnap délelőtt ilyenkor vagy otthon pihennek, vagy nem tudom, házi munkát végeznek. Bevallom őszintén, nem is gondoltam volna, hogy ennyi ember lesz majd. Gyakorlatilag a program úgy indult, hogy meglátjuk, hogy hány ember lesz, és ha sikerre fut a program, akkor folytatom egész évben. De az, hogy egy rendezvényre 70-80 ember is eljön, én nem is álmodtam volna. És hogyha kellő mennyiségű és minőségű mozgás van az életünkben, akkor bűntudat nélkül lehetünk disznóságokat, például a közelgő nyírségi disznótoros fesztiválon. Jaj, de jó, jaj, de finom, lesz ugye hurkai az asztalon, ünnepel, elfogy a bor, jól lakik végre minden rokon. A 3. nyírségi disznótoros fesztiválra készül Nyíregyháza. Azért volt ennek előzménye, rögtön 2. Hogy sikerültek ezek? Milyen elemek maradtak meg ezekből a fesztiválokból? Ugye ennek nagyobb régebbi hagyománya van, mint a Nyíregyházán ez megjelent a 3. éve. Ugye most 2 naposra tervezzük ebben az évben, február 22 és 23 hétvégéje lesz a 3. nyírségi disznótoros fesztiválnak a 2 napja. Az első napja megmarad a hagyományos disznőüléses feldolgozásos történetnek, sok-sok fellépővel, árusokkal, nagyon sok kóstolással, ugye nagyon limitált belépőjeggyel és limitált kóstolójeggyel, ami 500-500 forint maradt ebben az évben is, sok-sok fellépővel, ugye, ami színesítheti a programot. Elgondolkodtunk rajta, mivel már tavaly itt több mint 12 000 ember volt jelen a fesztiválon,
hogy mivel lehetne esetleg még ezt fűszerezni, ezt a nagy magyar gasztronómiai hagyományt, és kitaláltuk azt, hogy legyen ez kétnapos, szintén turisztikai hatása is van azért ennek, mert már, hogy felépült a nagy hotel, a Sóstóhungesszen, már foglalnak Magyarország különböző pontjaiból kiajánlásra szállásokat, hogy ide Nyíregyházára eljönnek a Disznótoros Fesztiválra, épp ezért a második napot egy kicsit újra gondoltuk. És azon elgondolkodtunk, és egy olyan akciót adtunk ennek az egész történetnek, hogy a fülétől, disznó fülétől a farkáig, tehát hogy a második napon mit lehetne adni az embereknek. Ugye egy disznóülés soha nem fejeződött be az első napon, utána készítették el elő a különböző lefagyasztani vagy lesózni való dolgokat, kezdték el lesütni a zsírt, hogy tepertő legyen belőle, kezdték a húsokat a füstöléshez előkészíteni, és nagyon sok más dolgot. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy a második napon legyenek levesek, amelyek ilyenkor is szokásban voltak, legyenek füstölt húsok, legyen megint húrva kolbász, de legyen kocsonya is, mert hogy a farsangi időszakban a kocsonya azért nagyon fontos étel. Tehát nagyon-nagyon sok olyan nagyon finomság, amit a magyarok, a Kárpát-medencéiek nagyon szeretnek, jelenjen meg, mert ez még nem volt a Disznótoros Fesztiválnak a része, és hát szintén fellépőkkel, MC haverrel és a teknővel, Nótár Mérivel, külföldi fellépőink is lesznek egyébként, olyan civil szervezetek, olyan magyar települések is jönnek, akik nem csak főznek, hanem majd fel is lépnek a színpadokon. Úgyhogy készülünk rá, és ráadásul a Sóstói Múzeum falu megújulása után igazából először vehető teljes pompájában igénybe, úgyhogy sáros láb nélkül után meg tudjuk úszni a történetet, ugyanis a falunak a központja az le lett kövezve, tehát nem kell a falu központban sáros lábbal menni, elég, hogyha az ember a körről belép a különböző portákra. Tehát nagyon sok mindennel készülünk, nagyon sok mindenkit várunk, ingyenes buszjáratok lesznek mind a két napon, amit az önkormányzat biztosít. A leölni szándékozott mangalicákat és a feldolgozni szándékozott mangalicákat Dunántúról hozzuk, biztonságos telepekről, olyanokról, ahol külön elnek ellenőrizve a sertések, ugye a sertéspestis járvány miatt. Úgyhogy ezzel készülünk mindenféleképpen, várunk nagyon sok mindenkit szeretettel, akár mind a két napon, mert étel, ital és dínamdánam lesz Sóstónként február 22-én és 23-án. A fellépők közül ugye MC Havert és Nótár Mérit is említetted, ők ilyen mondhatni hagyományos disznótoros fellépők. Ennek az volt a célja, hogy a hagyományokat őrizzétek, vagy esetleg inkább az, hogy turisztikailag még több embert tudjatok elcsalni a rendezvényre? Mind a kettő a cél. A legfontosabb cél az, hogy aki eljön, az jól érezze magát. Egyen finom ételeket, találja meg a kisgyerektől kezdve az egész idős emberig mindazt, amit keres egy disznóvágáson. Egyen, igyon mindenki képessége és mértéklete szerint. MC Havar és a Technő ugye a 90-es években jelenik meg Magyarországon, és tényleg az akkori, a Böllér Rap nevezetű számukkal nagyon-nagyon híresek voltak a 90-es évek elején. Azt gondoltuk, hogy ezt egy kicsit felelevenítjük. És Nótár Mérinek is van egy olyan közönsége, van egy olyan hívó szava, amire nagyon sokan kilátogatnak, én azt gondolom, de az Apostolnak is, és Varga Viktornak is a második, vagy az első napon. Úgyhogy kettős célzat van, az, hogyha valaki eljön és sétálgat a faluban, hogyha akar eszik, ha akar leülni, hogy nagy sátrak lesznek, olyan központi helyek, ahol le lehet majd ülni, jó időt is mond, ráadásul több mint 10 fokot erre az időpontra, és hát ne feledkezzünk el arról sem, hogy farsangi időszak van, és annak a vége lesz már majd a február vége környékén, és igazi farsangi mulatság is lesz a Sóstói Múzeum falunak a második napján. Egy igazi szatmári farsang fog megjelenni kétszer is, farsangi különböző játékokat csinálnak majd a gyerekeknek, a Sóstói Múzeum falu süt majd a kemencékben, tehát mindent megtalálhatnak az emberek, amit keresnek kint a Sóstói Múzeum faluban. A gasztronómiáról már nagyon sok mindent elmondtál, hogy mit lehet majd kóstolni, ehhez azért gondolom ital is dukál. Így van. Hát igen, mindenki a életkorának megfelelően fog majd tudni italokat választani, mert lesznek alkoholmentes és alkoholos italok, és nyilván pálinka, fogópálinka az elmaradhatatlan része egy ilyen fesztiválnak, és hát a sör és a bor is. Tehát lesz minden, mi szemszájnak ingere, ahogy ezt szokták általában fogalmazni. Úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, mert tényleg egy teljes repertoárral készülünk, illetve készülnek azok az árusok, akik majd részt vesznek a Sóstói Múzeum faluban a Böllér Fesztiválon. A
programajánlók tekintetében kicsit előrébb ugrunk az időben. Idén június végén rendezik meg ugyanis első alkalommal Nyíregyházán a Sóstó Open Air Fesztivált. Vendégeink Balog Béla és dr. Török László, és nem egészségügyi dolgokról fogunk beszélgetni. Ez a doktor, ez azért szerintem a legtöbb emberben kicsit így... Jogász vagyok, nem orvos. Rendben, oké, csak poén volt. Csak úgy kinézetre úgy tűnik. Igen, olyan vagy, mint a orvos lenni. Nos, szóval Sóstó Open Air, 4 nap, 4 helyszín és több mint 50 előadó. Ugye ez anzásítva ennyit lehet tudni a buliról, de hát gondolom, hogy most a következő 8 percben én hátradőlök, ti pedig beszéltek róla. Tudnánk folyamatosan beszélni, kezdjük az előadókkal, de nyilván ez nem tisztán egy zenei fesztivál, de ez a legfontosabb része, ezért jön ide a legtöbb ember, illetve a vendéglátás miatt valószínűleg a sör is osztja a közönséget. Egy pár nevet szeretnék kiemelni a fellépők közül. 4 különböző fajta zenei helyszínünk lesz, lesz egy nagy színpad, nagyon jó adottságokkal rendelkezik a terület. Egy óriási futballpálya nagyságú terület, úgy, hogy körbevéve egy katlan nevezetű része. Ez egy föld sánc tulajdonképpen, aminek a szélén pontosan ugyanjól le lehet ülni, mint hogyha egy lelátón lennénk. Ez hol van így földrajzilag, lőjük már be a volt hely. Kis tábor, így megvan, régi Sóstó Hotel terület. A Nagykanyarban. Szóval ezen a részen lesz felrakva a nagy színpadunk. Itt olyan előadókat láthat majd a közönség, mint Majkát, Rúzsa Magdit, a Well Hello-t, a Bagosi Brothers Company-t. Nagyon hosszan tudnám még sorolni, hogy ki fog fellépni, például Bye Alex is, vagy a Nem az a lány, tehát tényleg ez inkább a pop iránya lesz ennek a színpadnak. Picit rokkosítva például a Kowalskival, tehát ez egy elég erős és elég húzós programmal megáldott színpad lesz, de ezen kívül lesz egy B-színpadunk, ez félig rock, félig hip-hop irányja, rock fellépők közül emelném ki mondjuk az Ossiant, a Leander Kills-t, a Paddy and the Reds-et, vagy éppen nyilván Alvint, aki éppen szervezőtársunk ebben a projektben. A Nyíregyházi Zenekarként szerintem az egyik legjobb nézőszámokat szokta mind a környékünkön, mind országosan produkálni. Ezen kívül lesz egy nagy dance arénánk, ez alapvetően DJ-zésről fog szólni. Itt Szecseit, Spiggy Boyt, Metzger Vickit, Edo Denovát emelném ki, de tehát itt is a Sunshine DJ-k is fel fognak mindenképpen lépni, tehát nagyon színes lesz a zenei kínálat. Ez a B-színpad éjféltől retro színpaddá alakul, és itt mondjuk a Cosmixot, vagy a Picasso Branchot, vagy az UFO-t emelném ki, illetve... Jaj, nosztalgiázni fogunk. Igen, igen, igen. A Picasso Branch az nálunk fog szerintem fesztiválon először fellépni, úgyhogy ismét összeállt a csapat. De fel lehet még ismerni őket azért? Helyesek és izmosak, mint régen voltak. De mondjuk a TNT-nek például nagy koncertje lesz a nagy színpadon. Nem fogják egymást zavarni a színpadok? Hogyan nem szokták. Úgy tudjuk összelőni a hangot, hogy ezzel nem lesz probléma, meg hát így fesztivál élmény, hogy egyszerre sok helyen történik program. Lehet-e mondjuk minden 4 napra jegyet venni, vagy akár csak külön bizonyos napokra? Lehet természetesen, mint minden fesztiválra. Lehet, ez majd márciustól lesz már publikus és elérhető. Uh-huh. Nyilván most már az early bird bérletek ezek januártól már kaphatók és foglalhatók. Ezek tényleg korai stádiumban érdemes erre rákeresni, ránézni, hiszen ezek később egyre drágábbak lesznek, mint minden fesztivál esetében. Uh-huh. Természetesen folyamatosan is vannak akciók, így most a Valentin nap alkalmából páros belépőjegyet, vagy páros bérletet lehet vásárolni, és ugyanígy a későbbiek során is lesznek olyan alkalmak, amikor egy-egy akcióan néhány nap erejéig meglepjük majd a potenciális fesztiválozókat. A jegyek természetesen már napi jegyek márciustól, ahogy mondtam, és ez egy kis különböző differenciált áron, majd a későbbiek során, ahogy egyre közeledünk az időponthoz, így azok egyre drágábbak lesznek. És hallottam egy szuper jó felségről, hogy a sóstóiak, igen, a sóstó hegyiek. Igen, ezt akartam, ez a szomszéd jegyek. Ez a
szomszédjegy. Ez azt jelenti, hogy aki a fesztivál környezetében lakik, ez azt jelenti, hogy sóstó egy lakosainak kedveznénk azzal, hogy egy igen egyedi árazású fesztivál jegyet és fesztivál bérletet tudunk kínálni. Ezek a szomszédjegy néven foglalhatók majd szintén már márciustól online, akár a weboldalunkon keresztül. Ez tulajdonképpen ezzel a toleranciájukat köszönítek meg az ott lakóknak, vagy pedig egész egyszerűen jó sóstóinak lenni, vagy sóstóhegyenek, és szeretnétek még inkább összehozni ezt a csapatot? Mi azt szeretnénk, hogy ez egy közös rendezvény lenne. Tehát úgy közös, hogy a várossal, az ott élőkkel, mindenki büszke lenne rá, ugyanahogy ahogy büszkék vagyunk az idegenforgalmi attrakcióinkra, lásd állatpark, vagy például a fürdő területe, vagy egy jó rendezvényre, vagy ahogy most már a rally EB-re, és a többi. Tehát, hogy mindenre tudunk büszkék lenni, és ha partnerek vagyunk benne. És szerintem, hogyha a nyíregyháziak és a sóstóegyek partnerek ebben, akkor ez szerintem közös siker lehet úgy, hogy mindeközben tájékoztatni is akarjuk őket, hiszen folyamatosan lesz esetleg útlezárás, terelés, vagy ugye a rendfenntartással kapcsolatos, a tömegtereléssel kapcsolatos információk, a buszjáratokkal kapcsolatos információk. Szóval ezek mind-mind fontos információk azoknak, akik ott élnek, és nyilván ezzel is szeretnénk nekik könnyíteni és oda csalogatni őket, hogy jöjjenek és próbálják ki a rendezvényt. Figyeljetek, annyira széles a kínálat, hogy itt aztán tényleg mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelőt. Bilám, a kezeden van egy karszalag, ez már a fesztivál karszalagja? Nem, ez még csak egy ilyen promóciós karszalag, nyilván. De különleges lesz ez a mostani. Különleges lesz, így van. Ez a cashless rendszer, ami szerintem egyedülálló, és a legnagyobb európai fesztiválokon használják, úgy, mint a Tomorrow. És Nyíregyházán lesz ilyen. Ez egyrészt nem csak a belépést, a beléptetést és a nyilvántartást könnyíti meg, és a tömegkezelést, hanem egyrészt a fizetést is megkönnyíti, hiszen készpénz nélküli fizetési funkcióval van ez a chip ellátva, ami ezekben a karszalagokban területén belül, ha sörözni akar, vagy enni, vagy bármi. Vagy bármit szeretne vásárolni, akkor ezzel tudja megtenni. Ez természetesen online módon és offline módon is tölt. Ez azt jelenti, hogy már a belépéskor, vagy bent a területen tölthető, fizikálisan készpénzért feltölthető, vagy online akár a telefonunkról, még fesztivál közben is lehetőség nyílik arra, hogy feltöltsük az egyenlegünket. Föl van erre. Kell, hogy biztonságosabb is így a fesztivál. Tehát, hogyha fiatalokat engednek ki a szülők, 18 éven aluliakat nem tudunk kiszolgálni, hiszen a csípje fogja mutatni, hogy ő túl fiatal ahhoz, hogy elfogyasszon egy sört. Hát akkor esélytelen, hogy nagyon elhajoljon a fiatal. Így van, tehát ez egyértelműen kizárja ezt. Viszont nagyon kell rá vigyázni, gondolom, ahogy például a strandon is, mert hát ennek vannak anyagi vonzatai. Már csak egy dátumot mondjatok, fiúk, hogy mikorra kell készülni. Szerintetek fel van készülve sóstó és sóstóhegy ekkora mennyiségű érdeklődőre majd? Hát reméljük ott az új szálloda is. Bízunk benne, most a szállásadók éppen egyeztettünk ezelőtt az interjú előtt, és azért ők örömmel fogadták. Nyilván ez hamarabb beindítja a szezont is, hiszen június vége. Ez június 24 és 27 közötti időszakról van szó. Ez nyilván a szállásadóknak is egy kitűnő lehetőség, a sóstói vendéglátóegységeknek is kitűnő lehetőség, én úgy gondolom a városban élőknek is egy nagyszerű lehetőség, tehát mindenki profitált ebből, és az idegenforgalmat is természetesen fellendítheti. Na, Bélám, doktor úr, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hát ragyogó időt kívánunk, és nagyon jó bulizást. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, hamarosan folytatjuk a Weekend második részével, a Bem József Általános Iskola honvédelmi sikerével, Szakács Olimpiával, és az is kiderül, ha valaki még nem tudná, hogy mi az a TikTok. Érdemes lesz velünk maradni.